Hello, hello fiúk, látok a YouTube-ról, folytatódik a túlélés és a harc az árnyak ellen, úgyhogy ezt az epizódot ennek a bemutatására szettelem. Ez egy olyan ráadás lesz. Hát nem lesz olyan nagyon hosszú, mint az előző, de igyekszem izgalmasan, na itt az árny. Ezzel a karddal verhetetlen vagyok. Kettőt is dob, és még mindig meg vagyok őrülve, remek. Azért jó ez az árnykar, mert folyamatosan viszi le a józan eszet. Na, ez itt már egy durvább fajta, ez nagyobbakat is sebez, úgyhogy csak óvatosan. Nekem is vannak pajzsaim, csigakalap, minden ami kell. Na, és úgy tűnik, hogy most lenyugodtak, de szerintem pillanatok kérdése és újabb harc lesz, mivel az árnykard a kezemben folyamatosan csökkenti a józan eszet. Ez még azzal tud értetőzni, hogyha egy árny pajzsot is készítenék, és azt is magamra öltenék. Illetve egy pókkalapot is fölvennék. Na, gyere csak. Hál' Istennek nem sebeznek nagyon kívül belém. Ó, és rögtön kettő árnyat is dob. Szeretem. Na és ebben a nagy őrületben szerintem elmegyek Fánit is vadászni. És akkor azt is bemutatom. Na most ez egy ilyen vérengzős videó lesz. Könyvtáros néni felfedi igazi arcát. Na, amelyik ány rám támad, az megpusztul. Ez már hivatalos. Pókokkal is bosszút fogok még állni. Követem szépen a lábnyomokat. Erre tovább. Meneküljetek kis szörgombolyagok. Megjött az őrült könyvtáros ánykalda a kezében. Mi ez? Dark Sword. Sötét kard. Az ánykard az jobban hangzik. Shadow Sword. Mindjárt teljesen megzakkanunk. Jó, fán ez itt lesz. Jó, szép kis nyári fáni. Jó, csak ne gyújtson fel túl sok tünet, mert az azért kellhet később. Na, gyere fáni, gyere ide hozzá. Na, ez nem tartott sokáig. Nesze! Ízled meg a pengém hatalmát. Lett itt minden. Na te is. Hódolj be hatalmamnak, a könyvtáros nő hatalmának. Ah, na és ez csak egyet dobott. Nem gond, még, ennyi nem elég. És ott jön a nagy. És alig sebeznek rám ebbe a páncélzatba, így ez jó viszont. Na jó. Legyen ennyi vérengzés elég. És akkor most feltöltjük a készleteinket legalább. Ez is árnyat dob. Kár érte. Szerintem még lesznek harcok az éjszaka folyamán. Nem baj. Ó, ott a kis boci. Ezt nem bántjuk.
viszont megsütöm ezt az elefánt ormányt. Úgyhogy jól fel fogok gyógyulni, legalább. De meg van nálam fa? Vajon? Jaj, nincs fa. Ezt is szereznem kell, sürgősen. Nagyon sürgősen. Nem. Ó, ismét harc az árnyakkal, nagyszerű. Jó, most elkezdett nagyon szaggatni valamiért. Lehet azért, mert közben töltöm fel az előző videót, és az kicsit így beakadt. Na, süssük meg az elefántormányt. Egyik is meg. Jó, és akkor csinálok még ánykardot. Nincs másra szükségem, csak még élő farünkre. És akkor egy kard, két kard. Na és most már akár dual wieldbe is hordhatnám őket. Az életem is teli kis kert is növekszik. Ó, itt a következő áldozat. Gyere te galád! Ezt a kukoricát lehet nem kellett volna megenni már, mert kicsit romlott volt. Ja, de közben, hogyha a kard folyamatosan a kezemben van, akkor csökken a nyomza néz. Hoppa, és nek annyi. Na, abból is újat kell majd készítenem. Na, irány a sátor. Na, azért így már is jobb. Bőségesen van már a Nightmare Fuel. Remek. Jó, akkor ez is megvolna, a mézike. Abba is rakok még el. Ezt is itt leszedem. Kérdezte valamelyikőtök, hogy mennyi idő alatt telik meg egy kaptár? Hát, hogyha van elég virág a környéken, akkor cirka egy nap. Hopp, ott valami megromlott. Rothadás. Na, remélem, hogy most tegnap több magot fogsz tojni. Áj, Istenem. Nem tojnak a tikok eleget. Na, ezt most bespájzolom. És
vágok még egy-két fát, hogy legyen elegendő az új páncélra. Ennyi is kell ahhoz? 8, ha jól emlékszem. Most ültetek ilyen random magokat. Na, a vérengzés után egy kis gazdasági magazin. Átmentünk gazdasági magazinba. Jó, és még 4 ilyen fa szükségeltetik. És még 3. És már kész is az új ruci. Remek. Ezzel nem lesz gond most már a barlangászás, az fix. Akkor mehetek a csigapáncélomért is. Ó, hogy az a... ilyen béka. Na, az a baj, túl közel van az a békás tóhoz a bázisom sajnos, de hát most már nincs mit tenni. A tóból pedig folyamatosan jönnek a békák. Na. Essé már le rólam, te varany. Adjuk ezt a madárkának. Na és most 2 magot tojt. Na jó, megvan a vacsora. Békacomb, a legjobb. Na tessék, egy random mag ez is. Nem leszünk így jóban madarak. Na, elteszem magam holnapra. Józan ész visszatöltve, remek. Ezt a húsit most beteszem. Veszek pár mézet. Nyalintás mézet, ahogy Mici Mazgó fogalmazna. Jó, és ezt ide be. Nézzük meg azt a barlangot. Dupla árnykarddal felszerelkezve nem lehet gond. Vagy mégse? Majd kiderül. De ebbe a ládába is itt akarok hagyni egy téli kabátot, a biztonság kedvéért. Igen, lemegyünk. Minden egyes ilyen barlang az újra generál egy teljes ökoszisztémát. Úgyhogy ennek megfelelően minden egyes luk egy vadonatúj élményt is jelent egyben. Ó, és így instant pókhálóval kezdünk. Ez gyönyörű.
Pope farmot is itt leamortizálom. Póktanya, amíg én vagyok a sheriff. Új könyvtáros érkezett a városba. Mi kell ehhez? Ja, ez még egy ilyen hamu kell. Na, hát akkor csak fel fogom használni. Ó, csigaház, csigaház. És valamosan csökken, de hál' Istennek a csiga életereje is. Na, egy karnak annyi, hát a következő. Újabb mesztelen csigatetem. Viszont ez gyorsan fogyasztja a józan eszet, illetve a páncélba is nagyot harapnak ezek a dögök. Szóval ez nem dob egy kalapot. Na, úgy tűnik, hogy itt csigából lemerültünk. Nem gond, keresünk valami újat. Csak ilyen kis csigákat ad. Nem baj, nézzünk tovább szét. Hát, ha még lesznek csigák. Ez is tüskés csiga. És ez is. Tök jó, mert közben folyamatosan tudjuk táplálni a lámpánkat újabb fényforrással. Mindjárt az árnyak is ránk támadnak, de így folytatom. Dobva a páncélt. Ennyi, no. Csigák. Mi lesz így a világgal? Még egy csigaházat se talál az ember. Na, most földrengés. Oh. Na,
És más fogt egy csillabiga, de ez se olyan, ami nekem kell. Ez se olyan. Hol vannak a házas csigák? Azok a legjobb, azok dobják a csigaház páncélt, vagy hát dobhatják egészen pontosan. Jó, hát itt nincs, viszont tudom, hogy ilyen csigakalapért itt érdemes nézelődni. Csigák megeszik a köveket, tehát hogyha kő van nálad, akár még rád is támadhatnak. Ja, az éjség nagy úr. Itt is előmásztak. Csigabigák. Jó, nézzünk szét erre mi van. Pókokkal, meg ilyen csápokkal most nem szívesen futnék viszont össze. Ó, egy denevér. Még egy denevér. Azt kapsz, azt. Csigabiga. Csigalesen vagyunk, kérem szépen. Intenzív csigalesen. Itt csak denevérek vannak. Veszedek egy ilyen csodanövényt. Ó, nyúlember! Jöztem még az én utcámba. Ojjaj, de viszont a pajzsom az elfogyott. És így folytatom, meg is fogok őrülni. Pillanatokon belül. Ó, és ez be is következett. Na lássuk, hogy így mit tud ez. Jó, hát amíg az a csodálatos páncélom kitart. Nincs probléma. Na, nyúzom, nyúzom. Igen, én egy szörnyeteg vagyok. Én a felszínen is csinálják ilyen nyúlházikót. Ne fuss el, nyuszi! Gyáva nyúl. Vadászat. Jaj. Problémák lehetnek. És ez a nyúl se dobott semmi jót, csak répát. A répát azt megesszük. Hát itt csigákból nincsen nagy választék, úgyhogy szerintem ki is megyek innen. Elég volt most ennyi barlangászás. Egész kis Terminátor epizód lett itt. Gyilkolom a lényeket ezerrel.
mindenféle gonosz árnyakat. Na, itt még, hát ha van olyan csiga. Ujjaj. Lucy elszaladt. Hány kard elő? És még két olyan. Jól van ez így. Jó, itt meg már csak pókok lesznek, ahogy nézem. Hopp, sötétben nem maradunk. Jó, és szerintem így most kihúzom a csíkot innen. Aha, irány a felszín. De legalább szereztem pár árnyat, meg húsit. Nuszi! Volt Nuszi, de ez is csak árnyat dob. Hát milyen dolog ez? Sehol egy épkézláb holmi. Ez a sapka viszont az Isten császár, de komolyan. Legjobb dolog. Szóval, ha ilyen csigákat látok, addig üssétek őket, amíg ilyen sapkát nem dobnak, mert eszméletlen jó védelem. Ezt még egy csigapáncéllal kombináljátok, és gyakorlatilag elpusztíthatatlan lesz a karakter egy jó időre. Ez is csak árnyat dob. Mi van ma? Végre még két ilyen szörre lenne szükségem. És akkor csinálok egy vudu bábut is. Újra tudja kéledni, ha esetleg valami tragédia folytán meghalnék. De erre már nem fog sor kerülni. Garantálom. Húsít be a hűtőbe. Denevér szárnyakat is, bár mondjuk sütni kék. Akkor még eszem egy jót, vágok fát, és ezt a kis rövid epizódot akkor itt fogom félbehagyni. És még egyszer, hogyha valaki az előző videót nem nézte volna, 11-én jön az új barlang patch, ami egyben azt is jelenti, hogy nagyon sok új dolog kerül a barlangokba, amiket ki is fogok próbálni. Lesznek új szörnyek, új fegyverek, új kaják, új fák, meg még is sem tudja mennyi minden jó dolog. Úgyhogy 11-én érkezik az új barlangpatch, és valószínűleg én is fogok, amint lehet, még aznap videóval jelentkezni róla itt a YouTube csatornában. Úgyhogy érdemes feliratkozni, ha valaki még nem tette volna meg. Persze most már Facebookon is rakom ki az újabb játékhíreket, nem csak a hír összefoglaló videóban. Na de ez volt a reklám helye. Még gyorsan sütök, főzök, aztán elteszem magam holnapra. Néma méz.
éjszakát mindenkinek. Sziasztok!